A hasnyálmirigy naplóból választottam véletlenszerűen egy részletet. Az első szöveg volt, ami elém ugrott tulajdonképpen. Remélem, hogy Rudas Jutka barátnőmnek is tetszeni fog, aki, vagy hát szereti ezt a passzust, aki a legtöbbet tesz talán a Péternek az emlékéért. Mások haláláról még gondoltam valamit, apáméról, anyáméról, de a sajátomról azt hiszem semmit. Mindig ez az azt hiszem. Azt hiszem, eszembe se jutott, hogy meghalok. Nem, mintha azt gondoltam volna, hogy én nem halok meg. Nem érintett meg a lehetséges halálom. Most úgy tűnik, ez a lehetőség közelebb került, de most sem érintett meg. Néha tényleg azt hiszem, hogy komoly hívő vagyok, ott, Isten tenyerén, és ha nem várok is direkte találkozni égi atyámmal, de mintha ugyanolyannak találnám azt, mint ezt. És ezt a földi változatot, tudom ugyan, hogy ez nem trendi, jónak tartom. Hogy a Márai és egy tehetségtelen vidéki plébános közötti dunsztos térbe érjek, élni jó. És akkor halni is. Akkor nincs is nem jó, nincs is rossz. Elvileg még maradna a haldoklás, mint rossz. De erről majd akkor. Addig is élek, halok, érted?